Üdvözlök mindenkit, Dávid vagyok, és ez itt a Dave megbolondul 51. része, amiben hát folytatjuk az Outrun 2006-ot. Úgy döntöttem, hogy most ezzel kéne szórakozni, na most jó a kép. És hát igazság szerint most egyedül vagyok, de hát ha jönnek, az jó lesz, ha nem, akkor meg most így önmagában önmagamban így elleszek egy jó órán keresztül. Folytatjuk akkor a harmadik szakasszal a játékot. És... ja, úgyhogy ez már a hard nehézségű ellenfél lista. Ez hard nehéz szintű ellenfelek. Akkor a Nightbird lesz, hogyha már múltkor megvettem olyan drágán ezt a zenét. Egyébként az egyik legjobb szerintem a Night Flight után. Meg van még a My Life is a Bore, az is jó. Persze nyilván a régi játékzenék mellett, tehát a régi autronokból. Na nézzük. 15. helyről kell két verseny, vagy két szakasz alatt beérni a célba. Kiderül, mennyi idő alatt érek be. Egész jól állok már a 8., vagy már a 7. És még nincs vége a kaszinóvárosnak. Még ez az utolsó része marad, mondjuk itt veszíthetek a végén. Mert ezt... jó, nem veszítettem sokat, azt mondja, hogy 5.-ként fordulok az Industrial Complexben. Na, az megint érdekes mutatvány lesz akkor. És közben már az ére álltam, úgyhogy... nem lesz olyan vészes. Az a lényeg, hogy ezeket a kanyarokat a lehető legerősebben kéne bevenni. Driftelve persze. Mert nagyon megüthetem a bokámat, mert azt nézem, hogy ugye a pirost kell figyelni a felső térképen, mert azt mutatja az, hát most jelenleg a második helyezettet. Hát de ez sima győzelem volt. 2,2-de megvertem. Kaptam érte 1180-at. Én most úgy csinálom, hogy nyomom az exited, és utána megyünk majd a következő részre, mert nem szeretném, hogy egy esetleges kifagyás miatt kezdhetem újra az egészet. Hát akkor nagyon mérges vagyok. Na. Majd nehezen, és ugyanúgy a 15. helyről két szint alatt kell, vagy hát két szakasz alatt kell az első helyre törni. Elég viccesek lennének azok a játékok, ahol nem az lenne a cél, hogy első legyen, hanem egy bizonyos helyezett. És akkor mindenki, tehát az elsők így belassulnának, az utolsók azok meg bennének, mint a hülye, hogy mit tudom én, az 5. elcsípjék, mert ő az lenne a cél, az lenne a legjobb pozíció. Elég érdekesen néznek ki a dolog. Ez tisztán olyan, mint a... egyszerűen még ilyen F-faktoros versenyünk alatt a
Rapidó említette, hogy milyen lenne akkor, hogyha csak a páratlan helyezésekért járnának pontok, tehát hogy az 1-től 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Hogy, tehát ezek érdének pontot, a párosok nem, és akkor az is vicces lenne, hogyha mit tudom én, a második az így mondogatja a harmadiknak, hogy na gyere, nyugodtan átveheted a helyemet, tök nyugodtan, tényleg. Tényleg, nagyon érdekes versenyek lehetnének. Hogy végét elrontottam, de így is meglett. Ezek a papír emberek örülnek, a örülöm és boldogság van nekik. Na, és akkor induljon a bulé. Mondjuk dzsungelban kezdeni, ez így érdekes, de hogy látom ez a fordít... Nem a fordított, azt hittem. Hát akkor itt a végén kell vigyázni csak. Az de érdekesen átbagoltam. Ne driftelj ennyit autó, kérlek. Oké. Okay. Vannak ezek a rohadt sziklák. Geci! Oké. Okay. A szikláktól kell tartani, mert ezek, ha belemész, akkor instant felborulás. Na, és egyből két helyet is léptem. És akkor az forest, tehát nem az a leg... Az nem annyira egy szerencsés... pálya, de... Még mindig elva hagyom őket szerencsére. Hogy... És akkor... Mindjárt itt a vége. Hát jó, végül is ez is meg lett, jó. 1,2. Hoppa. Kidobott a tálcára a jatke. Idekes. Úgy csak közben igazgattam itt a hudon, hogy én játnássak itt mindent. Na és akkor nézzük tovább a következőt, ismételtem verseny. Ez egy két versenyes mini bajnokság. Igazából azon gondolkodom, hogy ezek a versenyek mindegyik, amit itt megcsinálok, egy-egy ilyen, tehát több versenyt, amit megcsinálom, ez ilyen egyfajta mini bajnokság, amit mindegyiket érdemes
megnyerni, vagy hát nem is tudom. Mondjuk 3 szakasz alatt kell feljutni a 15. helyről, ami hát megint csak nem nehéz. Bár mondjuk Giant Statues az okozhat meglepetést. Na ezt mondom. Dzsungel. Már megijedtem egy pillanatra, hogy a Milky Way-nek a képernyőjét fogom látni, vagy hát, hát a képét látom, vagy ikonját. Hát jó, hogy a dzsungel az, ami előbb volt az. Kicsit szolidabban vezetek. Ilyen érdekes hirtelen a... így a szolid, vagy ilyen normál autópályáról hirtelen ilyen átvált ilyen vadregényes tájjal. Érdekes, ahogyan megoldották ezt a hirtelen átmenetet. Tehát ez semmiből kinő a dzsungel, vagy hasonló. Na, ezt ne roncsam el, mert régebben ezt eljön. Na, ugyanilyen csinálsz, hogyha beleütközöl a... sziklákba, ugyanezt csinálja, és a harmadik, a Legend, na az... az a sivatagi pálya, hát... vagy várjál? Nem vagyok most nagyon képben, mert... ja, nem, de nem tudom, az a kedvencünk, jó, mert... nem vagyok most nagyon képbe hirtelen semmivel. Mert... olyan állapotban vagyok, mint ahogy általában Erzén szokott lenni. Csak annyi, hogy én nem ásítok bele az egészbe. Azon gondolkodom, hogy... meg kéne néznem a játékot, hogy... ki tudok-e hangokat cserélni, mert egyébként a... játékzenét simán kicserélhetném. Azon gondolkodom, hogy minden egyes alkalommal, amikor egy autómenet elmegyek, ne a... ezt a... hangot adja ki, hanem ahogyan Balázs ásít. Érdekes lenne. Na, meg is van. Senkinek örülünk. És akkor a második verseny a listán. Nem lennék meglepve, ez most fordítottja lenne az előzőnek. Mindjárt kiderül. Egy kicsit furcsa ezeket a hosszú betöltéseket egyébként, szóval... jó, 12 éves játékról van szó, de... attól meg lehet gyorsabb. Ó, hát, hogy tudtam, ugyanaz visszafele. Érdekes lesz. Igen, tök szép, szóval nem mondom azt, hogy nem... jó, nyilván azért grafikán meglátszik az idő, bár én soha nem szoktam lomálni egy játékot pusztán azért, mert kurva rondán néz ki. Mert most hát ezen nem lehet mit tenni. Nyilván lehet, biztos lehet tenni,
Csak az meg lehet nem tetszeni a játékfotónak, vagy én nem tudom. Ezek a rohadt sziklák. Na, azért mondom, hogy igazából semmi baj nincsen azzal, hogy ilyen pici textúrák vannak, csak olyan, tényleg ilyen furcsa, tehát a... Na, no, most megint mondhatom a papírembereket, de hát mondjuk... Nem tudom. Ezt a játékot mondjuk megnézném az I installed a mod for Outrun 2006, ezt megnéznék. Ilyen szana szét van gyalázva a pálya, akkor mit tudom én, simán el tudnék képzelni, hogy mit tudom itt a fejek helyett a Balázs fejét, vagy a Balázs mutatja, hogy hogy merre kell menni. Na jó van, nem csak a Balázs, más is van itt. És lehet mindenkiről büntetlenül beszélni, mert senki nincsen itt hangban fent. Azt tök mindegy mondjuk, hogy szövegben fent vannak-e, de mondjuk azt inkább, hogy ez így eléggé érdekes fog lenni, hogy ha most mit tudom én, nem csak Balázs feje lenne itt az egész, hanem mit tudom én, az a komplet hegy ott hátul az mondjuk tököm tudja is, ki lenne, mit tudom én. Ilyen érdekes lenne. Na, tripla A, háromszoros bevonat. Ez. Na, mik vannak még itt? Slipstream. Végülis, ha ezt megcsinálom, akkor... Hát, menjünk ezen a vonalon, amíg tudunk. Aztán, hogyha még kell csinálni valamit, akkor ott alul megyek. Ja, slipstreamelek akkor. Ne driftelj autó, hát bazzeg. Jézus Isten, mi ez? Industrial Complex-et beszarok. Mondom, én szenvedtem ezzel a pályával. Azt tudom, hogy kellett ilyen streamet csinálni, és nem sikerült, és akkor ment el inkább ott alul. Ez egyelőre megvan.
És akkor, hát akkor nézzük meg a második részét a Slipstreamnek, ugye nyilván ez lesz visszafele. Na, nézzük. Na igazából itt meg úgy van, hogyha előbb érsz be, mint a rivális, akkor onnantól kezdve a riválisnak nem számítja a pontot, szóval az viszont egy jó alap, hogy ha tudom én, sok pontod van, és akkor... Bár tök vicces, hogy most egy kibaszott autót nem spónol ide nekem. Na, köszönöm. Mindjárt meg fog előzni. Aj, Istenem, de miért ilyen kevés autó, hát? Hát ezt már csak nem vesztem el innen. Úgy. És jó, megmaradtak a pontok. Egy. Na és hát ez egy ilyen kötelező cucc, mert enélkül itt nem lehet tovább menni. Arra az utolsóra. Még igazából a többit is csinálhatnám ott alul, mert nyilván azok is kellenek majd. Csak most még egyelőre jobbnak látom ezt is, ezt itt csinálni. Na itt 5 szint alatt 30. helyről. Na, az már kicsit szombosabb, tehát... Azért... Jó lenne, hogy minél többet előzni. Mondhatnám azt, hogy ha precízen akarok számolni, hogy átlagosan 5,8 helyet kell előre lépnem. Egyszerűbb azt mondani, hogy 6-ot. Csak az utolsó szakaszban akkor 5-öt nyilván, hogy akkor vagy első. De ez még könnyebb, szóval látszik, hogy simán el tudok menni mellettük. Főleg ez ilyen könnyebb szakasz még a játékban itt. Ó, de sokan vannak ott egy helyen.
Waterfalls. Az igen, mit csináltak ezek itt? Nem tudom, már csak idő kérdés, hogy mikor érem be őket. Most. Kaszinóváros. Egyébként át lehet menni ott a másik sávba. Tehát így megvan. Azért van így megfelelzve itt az utc. Utolsó a Floral Village, na az is, ez jó. A játék az produkál ilyen érdekes cuccokat. Nyilván lehet örülni ennek. Hogy? Tripla! Nézem ezeket az őrjöngő embereket, hát a random generátor itt is tök jól működik. Ugyanazt a férfit 3-4-szer látom ugyanúgy őrjöngeni. Furcsa ez az egész. Nézzük a másodikat. Rácsunk zenét. Ez a Life was a bore. Nézzük, 30. helyről megint. Thank you.
Feljöttem trókodni, jó, most kívánok, hogy én suláim. Ó, itt vettek a Rider. Nem, egyébként nem. Csak gyerekek, az no life, szociális asszisztens munka után kezdeni magával, az ide kell jönni, a bosszni a rezet. Ja, itt vezetett le a feszültséget rajtunk, ugye? Igen. Persze, a pszichiátriai betegek keltette feszültséget, most itt verem le mindenki. Ugye, tehát az ilyen pszichológiai problémákkal rendelkező, most így nagyon finoman fogalmazva. Nem akarok semmi ízét, köcsösséget mondani, na. Jaj. Egyébként közben a streamben itt néhány perc előtt pont azt feszegettem, hogy mekkora ötlet lenne, hogyha az autóknak a hangját, amikor leelőzöd, akkor ugye ezt a hangot ugye kiadja. Azon gondolkodtam, hogy ezt le kéne cserélni Balázs ásítására. Jó. Igen, így. Akkor hogy kellene csinálni egy ilyen uninstalled mod videókat, és akkor Balázs feje mindenütt összefirkálva, vagy nem tudom, a fák helyett nem tudom mik lennének. Hát, szivárványok, MLP, minden mennyiségben, Molnár kiki a templom, ilyen, vagy ilyenek. Nem, én E-21-es izé antropomorf bikinis csajos MLP karakterek, tehát és Balázs még fappolna is rá, vigyázzat, úgy vigyázzatok. Hát nem csak szerintem itt a csapatban. Hát én erről nem nyilatkozok. Én se. Igen. Yeah. Mert igazából azt tudom, hogy a fájlok azok így le vannak kódolva, de biztos, hogy van program, hogy ezzel meg lehet, el lehet intézni. De vicces lenne ez. Hát egyébként mindenképp. Lehet egy, tehát tényleg egyébként így van, hogy a modolás az vicces, szóval lehet úgy modolni játékokat, hogy agyfasz legyen teljesen. Na, hát elnéztem. Mert nem tudom, hogy meg lesz az a projekt, vagy lesz abból valami, mert ugye a Insider Info, hogy a régi merevlemezem, ilyen laptop merevlemez, az ugye fogta magát, ezt megdöglött. Azt azon volt egy Blinky Bill projekt. Van ez a Számolj és tanulj Blinky Bill-lel nevű értelmetlen játék gyerekeknek, és abban a hangok módosíthatóak, amiket a karakterek beszélnek, és akkor elkezdtük fejednel így, hogy akkor szerkesztük, és akkor tök jó, hogy hát üdvít ezen a szar helyen, és a többi, meg hogy nosza, akkor induljunk, és akkor tehát ezeket mindet így lehet módosítani, ilyen kvázi ilyen szinkron paródiaknak is elmehetne ez a játék, de aztán így gondolkodtam, hogy akár ugyanezt meg lehetne csinálni a nagy történelmi vetélkedővel, vagy ugye a nagy földrajzi vetélkedővel, vagy mit tudom én, nem az lesz, hogy mit tudom én, kérdés a zöld játékosnak, hanem kérdés ennek az őt rutinak. Vagy kérdés UFO-nak, vagy nem tudom én, fasságokat, hogy bravo, kurva hardcore vagy, 200 pontot kaptál. Az. Esetleg amikor a 300, akkor meg a lecsek mondaná, hogy real shit, 300 pont. Hát ez a modulás, nem tudom, mert lassan egy ilyen kultusszá válik. Teljesen. Itt is van már egy ilyen hagyomány, ilyen fagyfasz, tehát minden szarra lesz modulva, amire van lehetőség, és ami nincsen teljesen lezárva ezelől. Ugye ezért van a modern játék. De egyébként, hát gyerekek, én már gondolkodtam rajta, hogy így akár még hivatalos oldalon is lehetne már mémeket felrakni, annyit csináltunk. Dirt 3-as után, meg azután még született egy pár, tehát így nem tudom, ezeket majd valahogy behoztjuk egyszer. Mert ugye, hát csak én vagyok olyan beteg állat, hogy a Trackracer-t refundolom, és utána veszek olcsóbban egy CI Games-es játékot. Ami amúgy megjegyzem, hogy nem egy nagyon rossz játék, de azért CI Games-es, azért néha felsejlik az ember előtt, hogy azért ez egy City-s játék. Lényegében, mert City Interactive-nak a tovább gondolt változata a CI Games, gondolom ezt nem biztos, hogy mindenki tudja. No,
És, hát kérdek ki, hogy látom, az Autrum amúgy nem egy rövid játék, de jó, hogy streammel ment, mert egyébként jó hosszú, ez ritka az ilyen hosszú játék ma már egyébként. Hát ugye ez már a harmadik ilyen nagy stream gyakorlatilag. Nem tudom, milyen hosszú volt az első, mert az ugye elveszett. Második az volt egy másfél óra. De igazából innentől kezd lelassulni a játék, mert az első két szintet azt nagyon könnyű teljesíteni. Itt a harmadikban vannak azok, hogy egy ilyen verseny napon több verseny is van egymás után. És ugye itt ilyen általában 2-3, de az utolsó szinten van, úgyhogy 5 verseny is van egy versenynapon, és akkor tényleg lelassul az egész. Ugye pont ezen a negyedik szakaszon majd, hogy oda eljutunk majd. Ugye tegnap, nem tegnap, ugye nem tudtam bemutatni múltkor amikor a 99. helyről rajtolsz, és 15 szakasz alatt kell fűtni az első helyre. Hát nem tudom, most tartunk 36 percnél, lehet akár odáig eljutok. Bár attól függ igazából, hogy hány versenyt kéne teljesítenem, hogy megkapjam ugye az alszintet, ami garantálja a továbbjutást a negyedik szintre. Szóval hosszú menet, igen. Ja. Igazából úgy kell számolni, hogy most ugye ez egy 5 szakaszos verseny, ugye mindegyik szakasz átlag 1 perc. Nagyon rossz esetben. Tehát így lehet számolni a versenyidőt. Gyönyörű. Hát eléggé, igen. Nem tudom, ez a játékhoz még lenne ötletem modulásra, csak nem tudom még, hogy mi. Tehát esetleg, tehát ez most már, hogyha a Balázsnak is így tetszene ez az ötlet, akkor mit tudom, egy green screen előtt grimaszolhatna, és akkor az mehetne hirdetések helyére. És akkor mögé kell nyomni egyébként a náci logót, és akkor... Jaj, ne! Német himnusz. Az. Hát jó, egyébként tehát a zenéket én teljesen ki tudom cserélni, mert azok OGG formátumban, azok itt vannak. Tehát... Az a jó, amikor igen, ki lehet cserélni az NPR-om OGG ilyen formátum cuccokat, és akkor beraksz olyan fosságot, ami nem, abszolút nem illik oda, tök vicces. Hát azon gondolkodom, hogyha majd legközelebb lesz a Outrun, akkor ezt úgy kéne megcsinálni, hogy be kéne dobni ötleteket, hogy milyen zenék kellenének. Megoldjuk valami. Elborult agyú, stream intensifies majd rövidesen. Igen. Ha már ugye Lacsek kollégával már elkúrtuk az Undergroundnak a szövegét, akkor itt az ideje, hogy visszaadja. Hát mondjuk úgy, igen. Revengoti melez. Jaj, ne Milky Way a kurva életbe! Tudtam, hogy előbb-utóbb jönni fog. És nem a csoki, mert... Hát nem a csoki. Kíváncsi, hogy hány helyet fogok most visszaesni. A térkép szerint, ha jól számoltam, akkor én egy másodperc előnyöm van a másodikhoz képest. Jaj, már itt is vannak ezek a szarok. Közben azért teszek egy olyan bejelentést, hogy pénteken valószínűleg nem nagyon fog boldogítani, még szomorítani senkit, tehát ha így lehet, hogy ide feljövök Discordra, vagy valami beérsek valami streamre megint, de én nem fog streamelni, mert hát gyerekek közé megyek, igen, na. Ráeresztenek a gyerekek közé, félhetnek a 15. kerületben, most tulajdonképpen. Na, mindegy. Jó, megvan. Másik bejelenteni való viszont az, hogy szombaton majd várjuk a ki lett írva Facebookra, várjuk a jönni akkor a Mountain Blade-re majd. Már ha nem egy köcsög troll, mert azokat kibosszuk. Ja. És Dávid fogja azt kezelni a szervert, meg ért hozzá ellenben velem úgy, hogy vigyázzatot érdelet. Na mindegy. Na. Tessék, itt van az utolsó professional verseny, már 5 versenyből áll a versenynap.
Amúgy ez a Ferrari logó, ez ilyen menő sztár itt a játékban, ezt már nem tudom, akartam mondani, hogy én most... Hát ebben a játékban csak Ferrari-k vannak. Ja, hogy az a izé, aha. Mondjuk az nem baj, mert az egy jó autó, de... Tehát ez a pláne ebbe, hogy mind Ferrari. Már érdekes, érdekes lenne, hogy te más autót kaptam, Volkswagen Golf, diesel változatta. Már én teljesen jól el vagyok a Ferrari-val egyébként. Én is. Nem tudom. Erzienféle Lamborghini, vagy kedves Balázs. Lamborghini. Igen, Balázs. A Lamborghini szónak a betűitől a római számokat össze kéne adni. Na igen, nem tudod? Na már veszem is elő a vonalzót. Megboxolok egy vonalzóval. Az lenne a legérdekesebb, hogyha a Baldinak kiadnák a forráskódját vagy a projektfáját, és akkor szabadon lehetne garázdálkodni benne. Lol, lehet, hogy csináltál már. Ki tudja, milyen modok vannak hozzá, és te fúj. Hát, gondolom a Balázs által oly nagyon szeretett népcsoportról is biztos van. Történelmi személyiség. És egyéb. Bár... Nem tudom, egyébként nem tudnék most így egy Baldi modot elképzelni még pluszba. De ezt tudom viszont, hogy csináltak Super Mario Baldit. Arra emlékszem. Mert azt hiszem, hogy nem is tudom hirtelen kivel kellett menni. De azt tudom, hogy ugye Mario volt a Baldi. És a Peach volt az igazgató. Mondjuk egyébként ezt mondjuk el tudom fogadni, hogy Peach az ilyen, hát ilyen tanára alkot igazából, mert hát nem tudom, hogy ki mennyire nézett Mario-s rajzfilmeket. Azt hiszem a Super Mario, ugye rengeteg ilyen animációs film készült, SMB3, ról is csináltak, abból magyarul is adtak ki részeket, Kerekes József volt Mario-nak a hangja, erre emlékszem. Nem tudom, mi volt, az a lényeg, hogy egy ilyen iskolát csináltak, ahová kópa gyerekeket is meghívták, és csinálni kellett egy vulkánt, és akkor ugye Yoshi és Luigi csináltak egy normális vulkánt, ilyen tudom én, ilyen picik, tehát ilyen picike modellt természetesen, nem kell ilyen nagyot elképzelni. Kidurrant, aztán jó, lefolyt a lába, tök jó volt. Erre mit csináltak a kupa gyerekek? Megfogtak egy csövet, lementek Boozerhez, lementek a lávatóhoz, a kastély aljára, aztán oda megy a cső egyik vége, a másik vége meg a vulkán alá, és akkor megnyomták a gombot, és kitört a vulkán. Persze Bowserrel együtt. És hát el akarták ugye rabolni Peach-et, nem lett belőle semmi. Super Mario Bros. Show, valami ilyesmi volt a neve, azt tudom. Azt tudom, hogy a végén egy Fire Mario-nak öltözött csávó dance-elt. Érdekes, hogy minden ilyen nagyobb Nintendo-s figurából készítettek már rajzfilmet. Igazából amit így néztem magyarul, hát ugye szerintem mindenki nézte a Pokémont, végülis az is ugye Nintendo.
meg... hát Mega Man nyomadtak még sokat. Még korábban. Tehát az is vicces volt. Hát Super Mario az nem volt tévében, azt egy DVD-n találtam meg. Aztán valahol eltűnt az a lemez, pedig tök jó volt. A... hát Legend of Zelda szintén volt róla filmsorozat, azt sem magyarul láttam. Abban van az a híres... hát... játékos körökben szállóig, hogy Excuse me, Princess. Tehát ebből mém is biztos, hogy van. Nem tudom elképzelni, mi lenne. Hát, ugye, nyilván F-Zero, abból is készült Ralph Sim sorozat. Nem tudom még, hogy... azt például nem tudom, hogy a Digimon az vajon a Nintendo tulajdona-e. Ugye abból is van ugye az anime. Ez a 5 évad. Na, közben megint megvan a verseny. Közben gondolkodom, hogy milyen karakterek vannak. Így igazából ugye, hát Kid Icarusból nem tudok. Tehát az nem hiszem, hogy a... jó, értem. Közben azon gondolkodtam, hogy ugye még milyen rajzfilmeket, milyen Nintendo-s karakterekből csináltak hát ilyen rajzfilm sorozatot, vagy animét? Hát... én Szegrásról tudok, hogy izé még... azért... Sonic X volt az izé nagyon jó sorozat. De a Sega volt, úgyhogy ezt nem... Hát most te Mega Man-ről voltam, úgy... igen, tehát volt sima Mega Man, akkor a Mega Man Anti-Warriors-ról konkrétan. Tehát arról volt sorozat, F-Zero-ról volt sorozat, erre emlékszem. De Mega Man se volt rossz, amúgy azt hiszem. Nem, egész jó volt. Akkor azt tudom, ugye, mint mondtam, Super Mario-ról nem is egyfajta sorozatot csináltak, Legend of Zelda-ról szintén csináltak egy sorozatot. De Mario-nak volt egy borzasztó filmje is állítva, hogy szörnyű lett egy nagy film. Igen, egy 93-as film, megvan DVD-n eredetiben, ne kérdezd, hogy miért. Azt mondják sokan, hogy ez egy nagyon szar film állítólag. Amúgy tényleg egy kalapszar. Tehát én nem láttam, de a játékból készült filmek, az a borzasztó, de a rajzfilm sorozatok valahogy mindig olyan jól sültek el többnyire. Az a vicc egyébként, hogy fanmade filmek is vannak, rengeteg fanmade filmet láttam különféle videó játék sorozatról, és azt kell mondjam, hogy sokkal, sokkal színvonalasabb, mint egy-egy mozifilm. Például... vannak ingyenesen letölthetők természetesen, tehát nem torrentes meg ilyenek. Az egyik például a Super Mario-ról is van több, a The Mushroom Kingdom, ez a neve a weboldalnak. Ott például készült két film is. Az egyik, amit végignéztem, nagyon régen néztem végig őket, szóval nem vagyok már benne biztos teljesen, hogy mik hogyan vannak. Az egyik a Super Mario Brothers névre hallgat. Luigi a keresztapa, Mario az ilyen gügye. Hát no. Az a lényeg, hogy elrabolják Peachet, és hát ki kell szabadítani. Ami mindig. Ja. A más, ez ilyen durván 3-4 órás film, ha jól tudom. Nem egy hosszadalmas. Természetesen angol, szóval nem kell azzal baromkodni, hogy tudom én, németül vagy kirgizül beszélnek. Ez vicces lenne pedig. A másik pedig az Adventure
of Mario and Luigi. Azt pedig konkrétan a 93-as filmnek a lecserélésére tervezték, hogy hát csinálták meg. Az Mushroom Kingdom home videónak van titulálva, szóval azok ők a fejlesztők, az, vagy tehát a weboldal készítői valószínűleg az elkövetők. Így. Hát az egy... Sokszor úgy, sokszor jobb, mint az eredeti, a izi, a fanmade-tel. Ja, és az körülbelül 1 óra 40 perces. Ja. Ja, nem tudom, értem most Mario-ról ennyi jut eszembe. Legend of Zelda, arról is készült fanmade film, a Hero of Time, az kurva jó, az fanoknak kötelező. Akkor láttam egy sorozatot nem régen YouTube-on, most lehet, hogy az egy orosz változat. Szükömlégy. Vagy csak én láttam annak, mert még le van töltve, még nem nagyon volt lehetőség ilyen belenézni. Egy sorozat, többről nem tudok. Biztos, hogy vannak ilyenek, tehát... Azon gondolkodom egyébként, hogy mit tudom én, hogy Pokémonban, hogy ilyen izé, homemade film, vagy azt nem tudom, abból a sorozat volt nagyon epik állítólag, de én nem nagyon láttam, én a Pokémon ilyen nagyon nem gondolkodom, mondjuk úgy. Nem utálom, csak úgy hidegen hagy, mint hát, a Harry Potter körülbelül. Pokémont én a harmadik évadig néztem. Tehát azóta hát nem is tudom már hány évadja van a Pokémonnak, de... Az, hogy egyre hülyébb Pokémonokat találnak ki. Tehát amiknek egyáltalán nincs értelme, mert mindegy, van egy olyan Pokémon csoport, ami olyan, mintha ilyen háztartási eszközök lennének. Vasaló, kulcs, meg ilyenek. Az egy... Isten... Hát... Ja, az úgy fasság. Hát eléggé, de... Mondjuk én meg mondtam már egyszer, hogy izért néztem az Envidó játékos, mert azt hiszem csináltak utána a játékot belőle, a izé Bakugánt néztem, de az gyerekként az itt egyszer, hogy volt egy nagy vörös sárkány benne, aztán... Hát amiben ilyesmi van, az már úgy voltam, hogy nem lehet rossz, de aztán kiderült, hogy nagyon rossz, úgyhogy inkább abba hagytam. Nem tudom, lehet, hát nem az, hogy rossz, hanem hogy unalmas. Mondjuk az nem fogott tenni meg, de például Unknown Player rajongott érte. A kezdetben jó volt az, amikor az első néhány rész az nagyon szerettem, aztán nem tudom, eltűnt az egész, az fazva. Szóval gyerekek, itten vannak dolgok. Meg én nekem nincs törőbb sorozatot nézni, tehát az a másik, hogy sokszor ez az helybüdös nagy helyzet, hogy így nem. Mert egyszerűen se időm, se türelmem, pénzt meg pláne nem fogok kidobni rá, hogyha úgy se érdekel. Inkább függök a gép előtt, egyébként az sem igaz, mert most majd nem sokára lesz más is. Azért másra is el van szórva az a pénz, hogy úgy mondjam. De hát sokszor... Jó. Ja, csak annyit, hogy ugye ezért Digimon az például Nintendo-e? Nem tudom. Azt meg abszolút nem néztem, mert azt sem. A Digimon az nagyon jó. Az első két évadot láttam, az amerikai. Lényegében az amerikai változatát. Az úgy egész tűrhető volt, aztán nem tudom, hogy a harmadik évad már nem tetszett. Egyáltalán nincsenek benne az első két évad karakterei. Egy sincs benne. Teljesen új Digimonok, teljesen új szereplők, mint a kicserélték volna az egész sorozatot. És az már... Rajszínbe stábot cserélni az elég ház, mondjuk úgy. Az. A hangját kicserélik, az oké. Okay. Mert hogy az első évadban a szereplők, azok a második évadban már felnőttek, és középiskolások, és az új szereplők, azok még fiatalok. Tehát... Na, felnőttek, akkor nem izé nyomják. Na, ennyi. Hát ez kurvára gáz, ahogy nem. Ja. Hát igazából ez így fura. De hát, szóval már a izéből is, a Naruto-ból is, tehát ez a... Mikor
elindult az egész, akkor azt mondtam, hogy az elején tök jó ötletek voltak benne, tetszett minden. Aztán úgy nyújtották, mint a rétes tésztát, mondom. Gyerekek, köszönöm szépen, nem kérek többet, ez egy fasság. Tehát, hogy sajnálom, aki szereti, de ez egy hülyeség, hogy nincs vége az egésznek, és mindig drámáznak 50 részen keresztül, nem történik semmi, elvileg meg harcolni kéne, és amikor én gunyóztam a kempó edzéseken, akkor nem azon merengtem, hogy mi történt 20 évvel ezelőtt, mint ahogy ők csinálták folyton, tehát semmi action. Szóval aki egy ilyen jó bunyós, harcos sztorit akar, inkább próbáljátok ki a Jade Empire című játékot, most játsszuk vele, tök jó. És még igényesebb is szerintem, tehát az ott vannak ilyen jutsu mágiák, meg ilyenek, ilyen hasonlók. Sokszor a videójáték amúgy igényesebb már lassan, mint a sorozatok, hogy a filmek egyébként. Nem ezekre, amit most mondok, azok nem olyan rosszak, de... Hát már egy többség, de... Ja. Mabon is van egy ilyen felnőtt verzió, viszont amit mondjuk kicsit bánok, amit régen néztem, az az Avatar, és nem a film, hanem az a sorozat, az a léghajtó készült, ez kurva jó volt. És nem csak én, hanem sokan mondják, hogy nagyon jó volt. Azt én szívesen néztem volna, még ott is van már egy újabb verzió, ugye. Behozták a sárkányokat a képbe, de nem csak ezért mondom, hanem amúgy abszolút el volt találva a főgonosz, házi főgonosznak a fiának a mentora. Most nehéz körülérnem, nem tudom a nevét már, de ez egy nagyon jó mentor volt például, vagy eleve, hogy a karakterek általában. És akkor is készült a szemjáték, most ilyen komolyabbról nem tudok, de ilyen kisebbek, ilyen flash játékok, egész tűrhető alkotások vannak. Meg hát van a 18 pluszos kategória, amiről most nem beszélünk inkább. És közben leheted látni, hogy hibátlanul megcsináltam a Milky Way-t, és nem is sikítottam fel, amikor jött. Sikert a csukit megnyomni. Ja. Végig nyomni a csukit. Egyébként, ha már rajzfilmnek így általánosságban, például én a Slayers, a kisboszorkányt néztem. Hát a kurvára fostam, hogy őszinte legyek. Igazából mondjuk azért néztem csak, mert nem tudom, biztos, hogy mindenki csinálta azt, nem csak én voltam ilyen elmebeteg barom, hogy mit tudom én, hétvégén, tehát hogy pénteken hazament suliból, és akkor alig várta a szombat hajnalt, hogy felkeljen, mert hát ugye azt tudni kell, hogy nekünk akkor még nem volt kábel tévé, tehát az ilyen 2011-2 között jött be nekem. És csak ugye M1 TV2 RTL klub volt, és fel kellett kelni ilyen 5:30-kor, mert akkor kezdődött a meseblokk. Igen. De én az Minimax után Animaxot néztem, tehát volt ilyen is. Megváltam amúgy. Minujassától is rémálmaim voltak. Az is kurva jó, az nekem nagyon tetszett, amíg ment. Szóval ezt TV2-n adták, az... Főszereplőtől kurvára féltem, nem tudom. Mert kegyetlenül meg lett csinálva a cucc. Olyan kegyetlenül élethű volt a démon igazából. Ja, aztán... Annak ellenére így 12-es karikával elnyomták. Még egyszer aztán Blue Gendert láttam, hogy nagy kedvencem van felnőttként. De az... Konkrétan az nagy óriás bogaraktól nagyon lehetett félni tényleg. Tehát ez némelyik van, hogy elég félelmetes volt gyerekfejjel. Meg a íze is a... Volt még egy szerintem. Ilyet a Naruto-ban a 9 farkorókától fostam még, tehát az egy ilyen brutális szörnyeteg volt. 14 éves fejjel, tehát hogy azért is, ja. Hát, amire én még emlékszek, hogy néztem itt sorozatot, úgy idézőjelesen komolyabbat, az a Totally Spies született. Ja, Istenem, ne, azt én is néztem. Visszagondol egy fasság az egész, de amúgy gyerekként vicces volt. Bár meg én, ugye... Én az a vérszomjas volt, hogy a lézerrúzsa, mi a faszén nem gyilkolják le a rossz fiúkat, ez volt a bajom benne igazából. Konkrétan, mert az tetszett az a cusz, csak miért nem lövik már a gecibe szét őket? Tudom, nem gyilkolnak, de én ilyen vadállat vagyok. Az már ezért lenne az akciófilm kategória. Hát,
Egy is akció filmszerűség volt, csak ugye ez a góros, vagy nem tudom. Ja. Mert Batman-nél is régen az volt a baj, hogy miért nem gyilkolja meg a rossz fiúkat, tehát én lelőném simán, mint voltam magamba. És már nem vagyok ennyire állat, azért leigattam, gyerekeknek kell félni, a pszichopata. Kicsit kiderülni, azt kibasználnak a munkahelyemről, hogy mondjam. Mondjuk ez... Yeah. Mondjuk így vicces volt, mert ugye pont így előtúrtam a VHS gyűjteményt, mert meg tudtam csinálni a VHS lejátszót. És az első a kazettát betettem, és úgy indult, hogy született kémek. Felvéve. LOL. Már csak az lenne az érdekes, hogy vajon mikor vettem fel, csak hát ugye nem tudok még teletextet nézni azon, mert nincsen olyan, tehát a TV nem rendelkezik olyan képességekkel. LOL. Mert az a vicc egyébként, hogy a szalagba beleivódik úgymond a teletext is. Igaz, hát ilyen nagyon glitchesen, de ki lehet olvasni, hogy mikor lett felvéve, tehát azt ki lehet olvasni belőle. Az igen, öcsém. Az úgy szép azért. Az. Nice. Hát igazából annyi, hogy néha így várni kell, tehát attól függ, hogy milyen minőségben van meg a cucc, de általában így nem real time, de lehet látni például, hogy egyszer mutatja, mit tudom én, a hónapot, aztán a napot, aztán az órát, tehát ilyen lutri, hogy igazából kijelzi-e, de általában az meg ki szokta jelezni mindenhogyan. Ez a szép. Na és közben mindjárt készen van az a verseny is, és akkor hát talán már elegendő triplát gyűjtöttem, hogy ellensúlyozza az elket. Tehát azokat a versenyeket, amiket még nem csináltam meg. Jó. Egyébként sokszor annak ellenére, hogy így is kicsit meg vannak kritizálva ezek a dolgok, hogy azért néha hiányoznak ezek. Nem tudom, hogy az embernek a gyerekkorából azok a pár dolog, amit el szereted, de hát... van más helyette igazából. Jaj, meg tudom, mit néztem még, ez kurva nagy őrület volt. A Beyblade. Abba aztán én belenéztem, csak nagyon gyerek, amikor egy gyerek voltam, egy kifutóban volt, amikor már tudtam róla, aztán... megszűnt az összeköttetés, úgy mondom, nekem voltam, úgy sajátom, csak... el lett sóhasztva már azóta. Tehát abból is volt sajátom. Sőt, még volt ez a... faszomba kívtett Bédemon, vagy a franc, abból is volt valami nekem egy ilyen kamu darab. Faszomnak hívták, azt nem tudom, de már nagyon régi. Mondjuk elég fasság volt, hogy visszagondolom, hogy lövöldözték egymást ilyen... hát nem tudom mivel, ilyen robotszerű akármilyen ilyen asztalon táblás játék tulajdonképpen, de... hát ez az a kategória, mint a Yu-Gi-Oh, hogy kártyáztak ja. Benne végig lényegében, csak ez nem kártya, hanem ez ilyen... nem tudom micsoda, ilyen golyóbólövős cuccos, csak ilyen epikusnak akarták lefesteni, ugye, mint a japánok szokták, hogy mindenből ilyen fasságból ilyen epik... nem tudom mit csinálnak. Hát igazából ja, szóval... mert hogyha mindig kritizáljuk a japánokat, azért vannak pozitív jelzők is arra felé, csak valahogy a hülyeség az hamarabb átjut ide. Mert nekünk magyarokban mindig a hülyeséget kell átvenni, de ez most egy szárhúja ebben jelzem. Azt nézem egy pillanat, hogy a 21-es pozíció az ilyen kicsit glitchesen van megcsinálva ott a jobb oldalon. Lol. Hogy összefolyik a két szám. Az igen. Hát ja, Yu-Gi-Oh is azért egy... az mondjuk érdekes volt, mert azt tudom, hogy a Pokémonnak vége lett, és helyére tették be a Yu-Gi-Oh-t, és őt utáltam először. Aztán megtetszett.
Végig is néztem egyszer így az összes részt az első évadból úgymond. Szóval, hogy véget érök az középiskola, mert nem nagyon foglalkoztam ezekkel elég sokáig. Bár mondjuk ilyen gyerekes izé vagy barom vagyok, még mindig izé vettem egy ilyen Yoshira emlékeztető nagy kék szemű sárkányt, úgyhogy nem a hósárkányt, hanem ilyen zien zöld. Yoshi! Ilyen plüss lovat, úgyhogy még mindig a gyerekek ilyen nem vagyok normális, de szerintem senki ne gondolja rólam. Főleg aki szociális pályára megy, abban ne nézzétek ki, hogy éteszünk. Hát miért izé, nekem is vannak plüsseim. Hát nem csak erről van szó. Ha nem van szó, hogy megbukodjunk, szóval magyarul megmondhatjuk. Ziót mondjuk. Állat vagyok. Mocskos állat vagyok. Mocskos állat vagyok. Akkor hupákolsz is gondolom. Kint a pusztában hozz meg. Ja. Pusztában hozz meg, hupákolni. Nagy fotter ideges, aki így mond. Én mindig rajzfilmeknél maradva még egy picit, csak hogy visszakanyarodjak. Megmutatkozott egyébként a fasság a rajzfilmekben is olyan téren, hogy egy teljesen abszurd rajzfilm sorozat is napvilágot látott a tévében magyarul. A szamuráj pizza cicák. Az egy. Á, Istenem. Hát vannak még, ennél már csak durvábbak vannak mostanság egyébként, tehát ami most van, hogy van egy ilyen Cartoon Network-ös mém, ugye az, hogy ezért régen milyen jó volt, aztán utána mennyire fasz lett az egész. Hát igen, kezdtem meghondni egyébként. Régen így volt ugye, mit tudom én, Pokémon, Yu-Gi-Oh, meg mindenféle ilyen jobb rajzfilmek, manapság, meg mi van, Dora, Diego. Nem tudom, mi van már ott egyetlen, van egy olyan össze-vissza ilyen groteszk fasságok, amiket már nem értek egyszerűen, hogy túlzottan művészire viszik, és így nem érte ilyen teljesen logikátlan baromság az egész menti képi világában. Sztoriában még talán elmegy, de hát ezek a teljesen idióta módon megrajzott figurák, mert nem jönnek be mondjuk úgy. A kalandra fel, meg ilyen rajzfilmek, nekem ezek a képi világoktól rosszul vagyok. Na azt én nekem se jön annyira be, nézem, tehát szoktam nézni, hogyha éppen oda kerül a csatorna, azt a csatornát választják ki, de így nem tudom úgy nagyon élvezni. Gyerekek, hogy itt a de jó podcast jön. Igen. Nem egyébként én is néha még elcsávolok nézni rajzfilmek. Sőt, gyerekek, kimondom, hogy mindenki úgyis képem ez válna, hogy nézzél, én néztem el LP-t és próbálkoztam már, de azóta se nagyon... Hát én elkezdtem már nézni, és megrohadt az agyam, azért vagyok ilyen balfasz. Mondjuk volt, amit lerohadt az agyam, volt olyan rész. Egyszer leültem a tévé elé, és akkor az hat fő karakter elkezdett hisztizni, hogy nem, kettő, összevesztek egy pasimba, az meg, és így azt hittem, hogy na jó, a gyerekké felakasztom. Az Apple Jet meg a nőit összevesztek egy csávon. És mondom, én azt hiszem most szúrom tökön magam, hogy leültem meg a pizzámat, és bírtam egy olyan 5 percet, hogy nem is tudom, persze, és fasza volt. Hát a, nem bírtam ki. Másik ilyen idézőjeles kedvenc, az Epeike. Na azt meg aztán tényleg a húgom az örülőbe kergetett vele, úgyhogy azt abszolút nem. Ha már, drága K.R. is annak, annak örült folyamatosan, mint a hülye. Jól. Epeike. Epeike. Jó. Nem egy gyerekek volt az Asperger, most kiderült ez bent, hogy ízi Aspergeres vagyok állítólag. Nem, ez csak poén volt. Intézményben, bár lehet, hogy van igazság, én nem tudom. Nem tudom.
Most jól esett. Na, úgyhogy ez van. Molnár Krisztiánnak meg izé szemét van az agya helyett. Az még rosszabb. Meg a szosnáj, fi. Alkohol van az agya helyén is. Na mi jó voltam, hogy ez a 2D-s izé, Clone Wars sorozat az jó volt. Vagy egy sorozat ilyen nagy filmként azért már meg lehet szerezni. Tartakovsky vagy kirendezte azt. Az jó, hogy összekötő volt a klónok támadása, meg a Sith-ek bosszúja között. Igazán nem is értem, miért nem az lett a hivatalos második rész, csak nem 2D-ben rajzfilmként kellett volna nyilván. Mert volt egy ilyen kórai stílusa, vagy nem is tudom melyik, hogy ez az oldalnézetes rajz, tehát ilyen nagyon vagy görög, azok a görög rajzokra emlékeztetett, azt hiszem, nem is tudom, hogy inkább a kóraiakra, nem tudom, de volt ilyen speciális módszer, amit tetszett, igaz, a művészi volt, de az végül jó is volt. Hát együtt Tomiak is csináltak ilyen oldalnézetes rajzokat. Nem tudom, arra emlékeztet. Igazából jó volt. Meg sokan nem értették, hogy a Sith-ek bosszújában miért úgy kezdődik az egész, ahogy, vagy nem is tudom mi volt, mert aztán azon sok mindent betögött, sok lyukat betömött ez a rajzfilm. Ó, hogy így arra kéne is jobb érni, és azonosultál úgy. Itt van ez a csipogó. Szokásos harmadik. Három. Hát igen, sziasztok. Mindenkinek az... hárman megint itt vagyok. Akinek az ásításodba akarjuk tenni az autó Na egyébként még volt még egy rajzfilm, amit megnéztem annak ellenére, hogy ez már felnőttként találkoztam. Totál dráma. Sziget. Ja, tudom, melyik részt nem néztem, az sose érdekel. Vannak is a világturné, csak világturné, csak azt az egyet néztem meg, azt a sorozatot. Csak az? Ja, csak a világturné évadot. De az nagyon tetszett, mert tele volt musical-lel. Nekem lehet, hogy pont a színemmel, ezért ezek az éneklős zenésbetétektől rosszul vagyok a mai napig. Tehát az egy Disney éneklő figuráitól... És mi a helyzet a Saints Row-val? Hát az egy... külön kategória, én a musicalt amúgy szeretem, de bazd meg, amikor elkezdenek ilyen abszurd helyzetekben énekelni a karakterek, tehát én is névvarázsra megszólalt a zene, én... Jaj, ne! Pont azért utálom azt a sorozatot. Az nem sorozat, az egy film. Igen, az a filmet, rosszul mondtam, pontálna. Nem utálom, de a Disneynek az ilyen éneklő fétise van, és ettől rosszul vagyok. Ahogy utálom a tényleg igaz, hogy azok valahogy nagyon-nagyon imádják az ilyen random elkezdünk énekelni. A gyerekek közben már negyedik szinten kezdünk. Negyedik? Ez már negyedik gyerekig. Negyedik! A Flagman C az thrillert nézett. Thriller? Köbben nézem, igen, volt már! Nem baj, akkor is raktam. Ezért a mémet, úgyhogy... Ez vicces. Elég vicces. Vicces. Szóval... Már... Ja. És tudod, hogy milyen jó, Dávid, hogy itt legalább nem kell számolgatni, csak a helyezéseket látni? Elhiszem. Nekem ennyi számára már bőven elég. De a Dragon Rider Trigger mehet? Trigger egyébként mit tudkozz? Hamás. Miért te szereted a Lamborghinit? Akkor számold össze a Lamborghinit. Azt hiszem, hogy van egy ilyen mutegomb. Szóval, hogy van egy ilyen mutegomb. A Lamborghini szóban lévő betűket, amik római számok lehetnek, azt add össze. Na megy, hát akkor... Olyan, mint hogyha széttörnéd a billentyűzetet. Igen. Az asztal van. Mindjárt széttörik az asztal. Inkább azért abba a krupli számítógépedbe üssél már bele. Mondom, hogy van műtegomb. Meg butagomb is van. És te hát nagyon buta vagy. Mini ATX-es gépet összetesz, az tényleg akkora, mint egy krumpli. Egy nagyra nőtt mutáns kibaszott krumpli. Tényleg, amúgy egy jat kéne összetenni, mert annak nincsen hangja. Ja. Jó. Igazából nekem már csak gépház kéne, mert van a laplapom, meg mindenem hozzá.
Na, lehet, hogy nem leszek első. Ennyi. Nem leszel első a YouTube videók alatt, na hát. Hát nem lettem első, na se baj. Te már a második kommentelő leszel, na. Holly megelőzött. Ez a szar, szar így. És figyeljétek meg, ezt az egyet csinálom csak meg dupla arra, és az öt versenynek az átlaga az dupla A lesz, nem tripla A. Nem lesz tripla A-s játék belőle. Nem. Action Fifty-tóból triplás játék lesz, de Baldiból egy E-kategóriás hulladék, sőt, Z-kategóriás. Baldi. Z minusz, 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 minusz. Mindennél rosszabb, még az Onitronos játékoknál is. Mi a minusz? A negatívban megy a negatív számok. Az Unitron nem mi van lejjebb, hát vagy várjál, szóval van a City Interactive szint, aztán alatta a Team Six, alatta az Unitron Productions, és alatta meg a Robert Young. Alatta meg egy kupac kaki van. Na, szó szerint. Ja, és még ki tudja, hogy kiket találunk majd meg. Na, szeg. Itchion van egy fejlesztő, valami Cat Gamer, vagy Cat nem tudom micsoda. Az ilyen $1 játékokat csinál, ami egy kalap hulladék. Annak ellenére, hogy gyerekeknek készíti, egy kalap hulladékok mind. Az igen. Gyakran csinál belőle giveaway-t, milyen meglepő. Gyerekeknek fos játékot? Éjjj, hát ez gyermekben az első szilentnék. Igen, ilyen tulajdonképpen ilyen Unity játékok. Tehát a gyerekeket hamar megutáltatja a Unity használatára az egész számítógépes dologra. Miért nem lehet ez engem megbazni? A Milky Way után a második kedvenc ilyen pályaszakaszom ez a Metropolis. Már nem amiatt, ahogyan kinéz a pálya, mert egyébként rettenetesen nehéz. Na ezt mondom, na hányat fogok veszteni? Jesus! Én kedved a játéknak még testhezállóbb név lett volna az Outrun Ferrari, vagy nem tudom. Ja. Vagy Ferrari. És mit tud? Outrun Lamborghini. Az. Nem csak azért, mert csak Ferrari van konkrétan a játék, hogy ez meg. Fellálli! Ja. Fellálli. Na most hát harmadik lettem, hát van ilyen. Harmadik? Jobban szeretem, mint a Lambót egyébként, de hát ez a... De legalább nem vagy negyedik! Ja. Dick! Hát első háromba kell végezni, akkor számítja a küldetés sikeresnek. Hát mondjuk legalább nem az első ilyen, mert azt újutalom sokszor, hogy ez kötelező első hely, tehát hogy létezik. Második, harmadik is a világon, tehát csak azért mondom, mert ez sok játékben nézi, hogy akkor most feltétlenül első legyél, tehát a többi az a snoozer vagy, hogyha nem. Hát persze, hát igen, csak első egy létezik, mert vagy egy lehet, vagy nulla. Jajjaj. Vagy élő, vagy hulla. Az meg. Második hely nem létezik, főleg a számítás technikában. Jajjaj. Azt hiszem a bináris számok megzavarták az elmédet. Így van. Hát egyébként... De úgy meg tök jó lenne, tök jó az az ötlet. Egyébként a Assetto Corsában is úgy van, hogy nem kell feltétlenül a karrier módban mindig elsőnek lenned, csak végezz olyan helyen, hogy legalább bronzot kapjál, aztán kell legalább két vagy három bronz mondjuk általában az elején, aztán egy-két ezüst legalább, tehát túl teljesítőd, akkor nyilván az is értékelő játék. Szóval ez is egy, ott is egy zseniális ötlet volt ez például. Ami megjegyzem azért jó, mert a szimulátor is sokkal nehezebb. És a Charles Bronsonon van. Akkor én megmondok egy olyat, hogy ez a játék... Ez a játék elvárja, hogy legalább harmadik legyél, tehát legalább harmadik legyél minden egyes versenyen. Olyankor van az, hogy az összes versenyt meg kell csinálnod a bajnokságban, hogyha mindegyiket csak szimplán csak A szintre teljesítesz.
Viszont ha túl teljesíted a kérését és első leszel folyamatosan, vagy második, kurvára leszarja. Ez a játék kurvára leszarja, ha első vagy mindig. Tehát jó, végülis jó, mert első, másodiknak vagy harmadiknak kell lenni, de semmi extrát nem az, ha szépen teljesítesz. Nulla extra. Nulla. Kedves Kim, nulla. Tehát úgy van, játékbe, bejöttél harmadikként. Ó, nagy király vagy. Bejöttél elsőként. Eddig teljé autó a kurva életbe, hát. Mi az lenne a helyes, hogyha easy értékelni mindkettőt, ugye egyaránt igazából, ezt mondom. Ja. Hát max annyi, hogy nyilván több outroom izét kapsz, szerintem. És mindjárt megnézem, hogy mennyivel több, mennyivel esetleg kapok-e kevesebb outroom mérföldet. Ha mondjuk az rendben lenne szerintem, mert szerintem ez így. Hát talán egy százassal kevesebbet kapsz harmadikként. Azt a mindenit neki! Az igen, geci. Az. Ez meg kurvára gáz, nem. És most fagyott le a játék. Na, megvan az első kifagyás. Counter to death. Na jó, nem. Na, akkor azt hiszem, hogy... Én meg azt hittem, hogy nálam akart meg megint a izé. A Twitch. Hát nem, Gyula. Mint tegnap a Dragon Rider stream alatt. Hát az viszont, hogy csak te nálad lehetett egyébként tegnap, igen. Tudom, mert nálam is volt. Csak nem értem, hogy miért. Mert a jobb Balázs azért. És te nem érdemled be szolgáltatást. De viszont... Tényleg milyen jó lesz. Dávid, a következő megbolondulás. Igen, nagyon jó lesz. Atosz mir? Hát megbolondulás lesz, de megint azért, mert visszafejlődök az agyhalál szintre. De kötelezően. Mert, kedves Dragon Rider, de melyik hanyadik megbolondulás következik? Hát a faszon tudja követni, adjál már. Az 52. A mai az 51. Jó, tartsad meg nem holnap, hanem pénteken. Aztán engem meg hagyjatok ki belőle, mert pénteken nem van. Se beesni. Hát holnap lesz. Na holnap sem fog itt lenni szerintem. Ma is csak itt félig, meddig vagyok itt azért magamnál, hogy úgy mondjam. Mert ugye azért megint csak végig dolgoztam napot, mert azért lazán volt, mint tegnap, szerencsére most így kijött így a dolog. Hát tényleg holnap szopni fogok. Tehát holnap lett ki én is, bár annyira nem hamar végzek legalább. Na mindegy, ilyen érdekes kiírni is. Ez érdekes, hogy a játék elfelejtette a beállításaimat. Most majd megkajáltam, most már inni kell. Zabáljál, bazd meg! Na, iszunk erre. Utána a nadrág le is mehet a... Fúj! És te egyállottam, hogy mori. Nem. És a vizuális típus vagy, akkor el is képzeled ezt. Szerencsére én nem vagyok az, na? Én igen. De mivel magamról van szó, ezért nem. Saját magadra fappolsz, fújj meg! Árulok! Mocskos állat ez? Hát miért? Miért? Lehet, hogy van olyan videós is, aki feltölti a videóit, utána azt nézi meg. Buda 24-ben. De az milyen, hogy már a közúti forgalom is több mint 200-zal megy, mert 300-zal még és alig bírom őket megelőzni. Ha? Jesus. A
Wall Street partosától. Egyenes tanácsadás. Az kell! Lol. Egyenes tanácsadás? Bár én is úgy értenék a Peace-hez. Fal utca, mi? Igen. Fal utca, igen. Balázs már látom, ez így kedik a mozdulókra, látod? Így állott, ígységgel nem lehet. Még a végén ezért broker lesz. Broker? Maximum vizé a agyrohasztás broker maximum. Ó, hát én lennék a broker, annyi pénzem lenne. Agyrohasztás az az élt, ezt belátom. Van broker lennék, van broker arc. 21 dollárról 1 dollár részvényem nap végére vál érni a 200 ezeret. Persze. És ki akarna RZN részvényeket venni? Hát én biztos nem. Dehogy nem. Más néven fogom feltenni a részvényeket és megveszed. Ritka nem. Szar neved meg. Én nem vagyok az a típus egyébként, aki tőzsdézik a húzt. Meg kell, hogy mondanom, nekem a sikert az nem ez jelent, nem ez jelenti, úgyhogy. Egyébként, Valás, ha el akarod kezdeni a tőzsdézést, akkor tudok ajánlani egy játékot rá. Igen. Monopoly. A Ubisoft ad kiadott egy Wall Street Simulator-t. Ott a Monopoly társas játék is. Monopoly. Abban is van videójáték, csak szar. Szevésen nem tetszik a Monopoly. Vagy a gazdálkodj okosan. Hát az annyira nem az inkább. Inkább bizony. Akkor gazdálkodj okosan kell. Tőzsdén, oda teszed a fegyvert és mondod, hogy és köcsög most te mehetne a részvényt. Ez egy részén köcsög. Ja, persze így gyilkolni kell, de mocskosan kell játszani, és akkor jó lesz. Ja. Jaj ne, Capeway, jaj ne, ezt nem szeretik, nem szeretjük. Milky Way. Az még ennél is jobb. Fúj! Kuck, nem van fúj valami. Azonnal hagyja abba. Balázs fokkult. Balázs fokkul is hazudik. Fokkozz meg is hazudik. Azon mondom, hogy mekkora lenne, hogy ez alatt a játék alatt a Portál 2 zene menne. Ne, inkább ez alatt a játék alatt mi lenne, hogyha egy random kiválasztott A52 zene menne. Nol. Ó, hogy kimondtad, A52 egyből nyertem is. Bazd meg. Bozemg. Ja. Ki vagy te? Ki vagy te, bazd meg, jó lében. Ki vagy te? Ki la. Gyerekik. Szevasztó gyerekik. Dead Chaos a podcast. Dead-os. Ja, Dead-o podcast. Dead-o podcast, igen. És akkor is a csupolyka jobb, jó? No. De nem. A múltkori adást én azt mondom, mindenkinek ajánlanám, aki még nem ismer minket. Igen. És a bürkőmelyel kezdtünk, neee! Úristen! Hát a Milky Way az teljesen gyerekekre van szabva, szóval... Igen. Vagyis egy tűnjön vagy, adja a Minecraft tűnjön. Ez a... Úúú, tényleg! Utána majd stream, utána ezt kéne. Van ez a bürkőmelyekkel. Bajjá, hát az egy jó játék! Játékosok vs Minecraft. Ja, és a Let's Play Skype PvP-seivel?
Összeteszek egy Skype PVP-t, de te megnézzük, hogy milyen. Bár nem tudom, 5 éves vagyok, és nem tudok, nem értek jenkegadda szinten az internethez. Ez az. Ezt jaj, kell mennem Minecraft oldal, és azt inni kell ott valakinek, hogy légy, adjatok egy szervert, tudok játszani. Ez is faszom. Ezt egyébként van benne. Karit is jól mondom, hogy milyen javált egy johon. Ingen nem kaphatok Minecraft-ot. Kacsom tudom, hogy... Nem, de hónap talán. Karit is jól mondom. 11. Hát nem lehet, hogy szakal elapni. Azt nem tudom mennyi volt, de biztos. De lehet, az rossz. Milyen nyelven beszélsz? Úgy tálom a Skyscraper pályát. Úristen! Hova kerültem én? Das geht nicht! És úgy csopulomban megelőzöm a másodiknak. Das geht nicht! Wir all müssen kämpfen! 12! Na, végre! Jó dobtál! Oh, mam! A thumbball, egyes, nem tudok kapva, ennyes. Figyelj, egyes. Aki két dobókockából képes egyet dobni. 9, na, nem egy 12. Hát az kevés. Ez jó. Két dobókockából egy, jó, gratulálok. Mi? Aki megcsinálja, arra mit mondasz, Dávid? Azt, hogy buta. És az te vagy. Nem, egyébként... Ja, az valamit tud. Vagy jól tudja használni a pisztollat. A festéket. Ja. Vagy a bant. Megint slipstreamelnem kell, rohadjon meg. Kit kell? Hát... Slipstreamelni egyébként egymást, bár most értelmesebb inkább a forgalmat. A slipstream, ugye ezt drag, vagy draftként ismerhetjük, és nem mint piszkozat. Lol. Pedig azt akartam mondani, ennyi. Vallás, nem tudod a számokat? Egyes! Aztán beszólt. Megvan az új mém. Egyes! Mi? Egyes. Egyes! Milyen egyes? Milyen egyes? 3D-s játékban papíremberek? Ááá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 
Sokáig. Itt lehet elmenni erre a titkos szakaszra, hogy közben mutatom. Bár igazából semmi értelme, mert ugye nem kapsz így strip streamet. De... ja, van ilyen is. Van ilyen... van ilyen. Hát hogy váltott sávot ez a köcsögi? Hát gyorsan. A játék olyan lehetetlen módon akar sávot váltani. Olyan lehetetlen módon vált sávot. Hát mert... tudja, hogy... valamit akar. Mondjuk végigjátszani ezt. Jó, elég van ma. Szétmi a torkod. Ja, mert még végül szétmegy a torkod. Na tiédet, az tüzék kisebb. Tiédet azt puszta kézzel szétkoparom, na jó, nem viccettem. Kis ide, beteg. Nem vagy ide, beteg! Anya, ide, ide! Slipstraumoljunk még egyet. Twitch-traumolja. Nélkülön. Twitch-traumolj! Az hogy csinálja majd? Így. Get ready? Nézzük. Slipstreamelni kell a pontszerzésért. Így nyilván. Az jó.
meg valaki súg, mint az állat. Most ki? Már jobb. Én súgtad, zsaldom az ellenet, és súgtad az. Nem, súg! Fehér zaj. Nem súg. Ja. A kurva anyját, és levon 2000 pontot a kretén köcsögje. Én nem tudom, ki zúg amúgy, de... Hát én biztos, hogy nem. Én sem. Vicces lenne, ha nálam. Ja, akkor csak én hallom a részét. A pocsó... vagy esőben megyek. Hát ez... nice volt. Kurva anyját. It bring me memories. Scheisse. Nice. Megint levont a kurva pont számot. Szoros lesz. Vagy szaros. Sajós. Hát nem mindegy amúgy, de... Csak majd nem. Így. Bújóta. Biuturizmus az. Jó, ez is már megvan. Meg... Győztünk. Muszlim. A jeges medve. Megint tripla A háromszoros bevonat. Tripla A? Mint a T6-os játékok minősége. Igen. Egyértelmű. Nem, már megint befagytál a kurva anyádat! Ez azért durva azért. Mennyi? 5 perce volt? Vagy nem, 10 perce volt előbb a befagyás. Ja. Hogyha most nem mentette el ezt, akkor én abba hagyom, mert így is már egymás 1 óra 40 perce megyünk. Nínye. Nínye. Ez nagyon bjuta. Ja. És hogy el se akar indulni ez a fos. Bjuta játék, igen. Jó, hát ez el se akar indulni, mert elinduláskor lefogy. Akkor ennyi volt a mai stream, én nem fogok ezzel szarakodni. Hát egyes! Hát, igen, egyes a játéknak, a szegelnek. Akkor köszönjük jönem. Szépen a kedves játéknak! Igen. Hogy ennyire... Kretén köcsög. Ja, úgyhogy akkor majd... Hát, ha minden igaz, holnap, de lehet, hogy pénteken, akkor jön majd az 52. mega adás. Fúj már, ne fagpolj, te állat! Busztus, mocskos állat ez? Humpákolsz itt. Nagyon mocskos állat, igen. Ja. Úgy fogunk humpákolni egész stream alatt. Humpákolni? Busztával vazag, humpákolhatsz. Na mindegy, akkor... Hát pénteken meg, ahogy mondtam, én nem nagyon leszek itt streamelős állapotban valószínű, de nem biztos, de valószínű nem. Úgyhogy, ja. Ezt így tartsak a kézben. Hát ezt jól megmondtad. Hát ez a lényeg. A lényeget tudjátok, no. Ja. Mindenki hát, bekaphatja. Akkor, igen, köszönjük szépen. Szokjatok le mindjárt. Meg. Igen, cső. Sziasztok mindenkinek. Szopjatok le mind.